Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi vár rád május hónapban a Szkorpión jegyében születetteknél? Az asztrológiával kezdeni az indiai számítás szerint. Ha tudni szeretnéd azt, hogy melyik jegyben születtél a védikus asztrológia szerint, a felvétel alatt ott van egy tabella, ott utána nézhetsz. Kétu a lefele mozgó kármikus csomó, ami utal a múltra, az érzelmekre, elbúcsúzott a Szkorpión jegyétől, tehát itt ezek a kármikus témák most lezáródtak. A Szkorpión jegyével szemben van a Bika jegye, és ott található május hónapban Merkur bolygó. Tehát itt tükröződik valami. Merkur bolygó hatása alatt kommunikációról van szó, cselekvésekről, szerződésekről, itt tükröződik valami, itt kell az egyensúly, mert az olyan, mint egy mérleg középen kell találkozni, tehát ne túl sokat, ne túl keveset, figyelj oda arra, mit közölnek mások veled, de azért te is beszélj arról, hogy mi a terved, vagy beszélj érzelmekről, itt kell az egyensúly. Neptun bolygó, Jupiter bolygó és Vénusz bolygó jól hat most a Szkorpión jegyére, hiszen Neptun, Jupiter és Vénusz a halak jegyében van, a víz elemében, és a Szkorpión jegye szintén a víz eleméhez tartozik, itt megvan a harmónia. Neptun bolygónál az álmokról van szó, a vágyakról, vagy az intuícióról, az inspirációról. Jupiter bolygó adja a lehetőséget, szerencsét hoz, és Vénusz bolygó jelenthet egy kreatív tevékenységet, vagy utal a szépségedre, a nőiességedre, vagy kihat a szerelemre. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyében van, ez nem előnyös a Szkorpión jegyére. Szaturnusz bolygónál lehetnek korlátozások, Mars bolygó az jelenti az erőt, ahol most nehéz bebizonyítani magadat, de Mars bolygó jelenthet egy férfit is, és itt most vannak nehézségek vagy nézeteltérések. Ha szeretnéd ezt a havi jóslást megrendelhető nálam, akkor az személyes és rád vonatkozik. A díjam 3500 forint. És most megtekintjük azt, mi várható május hónapban. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Fölötted nincs kártya. Az utalna a gondolataidra, de az azt jelenti, hogy nem engeded meg azt, hogy mások bepillantsanak a gondolataidba, a terveidbe, de azt is jelentheti, hogyha valamit tervezel, akkor ne beszélj erről. Légy zárkózott, légy titokzatos, ezt jelenti itt ez a könyv. Holott ez a könyv jelentheti a tudást, vagy egy továbbképzést is, és előtted ez a hegy még nehézségeket az iskolázás területén. Az lehet, hogy vársz egy hírre, hiszen mögötted itt van ez a levél, ez számodra még nem látható, de közeledik hozzád. Itt a képen, itt alattad megjelenik a felhő, az jelent olyan dolgokat, ami még átláthatatlan. Nem csak nálad, hanem nála is, hiszen ő is összefüggésben áll a felhővel. Ez a felhő jelenti az időt is, fél évet.
gondold át azt, mit hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert ezeket a dolgokat most rendezni fogod. Hiszen itt van a nap, kiderül az igazság, és a madarak jelentik a csevegést, a beszélgetéseket, tehát ezeket a dolgokat tudjátok rendezni. Ez a fél év lehet a jövő is, hogy ő, ez a férfi tervez veled valamit, hiszen megjelensz itt a gondolataiban, és ezt ő fél éven belül szeretné kialakítani. Jelenleg így május elején még valami átláthatatlan, és május közepén lesz ez a hír, ez a beszélgetés, és a nap jelenti a vonzalmat kettőtök között. Ez a kígyó utal a megújulásokra, ennek van egy gyógyító hatása is. Itt van mellette a remény, és ez a kisfiú jelenthet egy új kezdetet. Amit ez a hajó még jelenthet, utazások, külföldi kapcsolatok. És ez a kígyó lehet egy nő is, de ez a nő elbúcsúzik az ő életéből, a te életedből, hiszen itt van a nő mellett ez a kártya, az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és az akkor nincs már ott, tehát eltávolítják ezt a nőt. Itt a képen látható ez a kisfiú, és ez jelentheti a gyermekeket is. Légy kicsit óvatos, hiszen ha van gyermeked, vagy vannak gyermekeid, itt megjelenik a hamisság az ő környezetében, hamis barátok. És itt az ostor azt jelenti, hogy valaki megbántja őt, mégpedig tudatosan. De itt tudod rendezni a dolgokat, hiszen a kisfiú alatt itt van ez a fa, ami azt jelenti, hogy itt van egy gyógyító erő, rendezheted ezeket a dolgokat, és itt látható a szerencse. De azért figyelj oda erre is. Hamarosan döntéseket fogtok hozni. Ez kihat a szerelemre, hiszen az utak egy vonalban vannak a szívvel, tehát a párkapcsolatra utalnak, de a döntések kihatnak a munkára is. Ami a munkát illeti, és ezeket a döntéseket, ez nem jó május elején, hiszen egy vonalba vannak az egerekkel, és az egerek eltávolítják ezeket a lehetőségeket, vagy ezeket a döntéseket. Vagy előfordulhat az is, hogy tervezel itt egy munkahelyi változást, hiszen ez a horgony utal a munkára, a hivatásra, és elveszíted ezt a lehetőséget, vagy elveszítesz egy biztos munkahelyet, és ez a változás nem lenne jó számodra. Viszont ha május közepén, vagy május végén hozod ezeket a döntéseket, és akkor itt látható ez a változás, hiszen a gólyák utalnak változásokra, és a gólyák ott vannak a munkahely mellett, és az anyagiak mellett, akkor itt kinyílik számodra egy új ajtó, egy új lehetőség, ami erőt ad. Ez a kártya jelentheti a főnököt, vagy főnöknőt is, és akkor itt lehetnek változások. Május elején ez még előnytelen számodra. Május közepétől jól alakulnak a dolgok, itt vannak a lehetőségek, és a csillagkép szerencsét hoz. Jelenti az időt is, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, úgy, ahogy a csillagképekben ez meg van írva.
A hold azt jelenti, itt kapsz egy ajánlatot, vagy pénz jön a házhoz. Itt tisztázódik valami, itt vannak a változások, a szerződések, és így előre mennek a dolgok. Hamarosan megszépül valami az otthonodban, vagy azt is jelentheti, hogy valaki, például ez a férfi meglátogat téged, és itt ez a virágcsokor utal egy kellemes meglepetésre, vagy egy ajándékra. Ami eddig még olyan csendes, nyugalmas volt, mert nem történt semmi, vagy voltak itt még korlátozások a részéről, az elmúlik, hiszen a kassa eltávolítja, elvágja ezeket a képeket, és akkor hamarosan itt van a nyilvánosság, és ez a szerencse beköszön az otthonodba. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét május hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, légy titokzatos, ne beszélj a terveidről. A problémák, nehézségek elmúlnak, hiszen az egerek ezt eltávolítják. Itt megvan a gyógyító erő és a remény, itt egy új kezdetre. Hamis barátságok vannak vagy nálad, vagy a gyermekednél, légy kicsit óvatos. Ez a kártya jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. Második hét, május hónapban itt látható. Valami még átláthatatlan, különösen ami ezt a férfit illeti. Te tanulsz valamit, itt lehet egy továbbképzés. Ez a férfi jelentkezik hamarosan nálad, és itt kitisztul valami. Lesznek változások, döntések. A szerelmi élet területén ez előnyös, hiszen itt van a remény, itt vannak a döntések, a szerelem és a szerencse. De ami a munkát illeti, május elején az még nem a megfelelő időpont, hiszen az egerek eltávolítják ezeket a lehetőségeket, de úgy május végén lesznek itt döntések a munkát illetően, ami szerencsét hoz. Itt ez a kereszt, ez erősíti a hitedet, hiszen itt le tudtok gyökerezni, és ez a hamisság azon kívül az a kapcsolat, ami megbántott téged, vagy egy személy, aki megpróbál téged megbántani, ez jóra fordul, hiszen itt megjelenik a szerencse, itt rendeződnek a dolgok. Harmadik hét május hónapban itt látható. Ez a férfi gondol rád, tervez veled valamit, beszélni akar veled, hamarosan lesz itt egy hír. A korlátozások elmúlnak, hiszen a koporsó ezt lezárja. Ő szeret téged, te adsz számára erőt, de nem meri ezt kimondani. Lesznek itt munkahelyi változások, itt megvan az erő, és az anyagiak javulni fognak nálad is, nála is, hiszen ő is egy sorban van a kártyákkal. Itt kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, ami szerencsét hoz. Utolsó hét, május hónapban itt látható. Ez a csendes időszak, vagy amikor ő hallgatott, az elmúlik, hiszen a kasza ezt elvágja. Itt megvan a nyilvánosság, megszépítesz valamit az otthonodban, itt vannak jó kapcsolatok, változások, ez lehet egy költözködés is, és itt ez a hold jelenti az érzelmeidet, de az anyai érzelmeket is, és a gólyákkal együtt jelentheti egy kisbabának a születését. Itt tisztázódik valami, előre mennek az események. A Lunomart kártyánál ez a kártya jelenti az intim kapcsolatot is. És itt is lesznek változások a szerelmi élet területén. És én kívánok neked egy szép napot,
Nagyon sok szeretettel, Dendera!